sportedzőivel folytatjuk a sajtótájékoztatót, és hát őt is arra kérjük, hogy értékelje a látottakat. Először is gratulálok az őszi teljesítményéhez, hiszen dolgokon van a csapat, és ott is fog találni. Ma is bemutatta, hogy igazán jó csapat, de játékosan bemutatták, hogy igazi csapatot tudunk alkotni, és tényleg nagy harcosok, hiszen 15 és fél éves játékos élete első 90 percét játszott a NBA-ben. A szélső védőnket első középpályán kellett játszatni, teljesen felforgatott összeállításban, még edzésen se léptünk pályára. De mint mondtam, tehát olyan játékosokkal dolgozok, akik napról napra, hétről hétre bebizonyítják azt, hogy, értékes emberek, értékes játékosok. A mai mérkőzésen is legfontosabb az volt, hogy a szervezet legyen a csapat, és a szervezettséget is eltüntetni ennek a hiányposztoknak, mint a sérülteknek a hiányát. Az utolsó másodpercig bíztunk abban, hogy meg tudjuk nyerni a mérkőzést. A hazaiknak több lehetősége volt, több helyzete volt. De a 48. percben mégis ők dugták ki a gólnál a labdát. Úgy gondolom, hogy a legnagyobb helyzet ez volt a mérkőzésen. És a játékosan mentális erejé bizonyítja azt, hogy mennyire akarták egy győzelmet, hogy utolsó percben meg tudtuk szerezni. Valamint el kell mondani, hogy óriási nagy dolgon tartom, hogy igaz, hogy idegenben játszottunk, de mégis az egy pályán voltunk, hiszen annyi szurkolót is értelmünket, és olyan hangulatot teremtettek idegenben, hogy, tényleg meg hozzájárultak a mai győzelemhez. Bízom benne, hogy jövő héten a Ferencváros ellen is ilyen hangulat lesz, és, megtartjuk a stadiont. Szerintem van egy kérdés. Tamás, a mérkőzés előtt aláírtad volna a döntetlen? Nem, győzni jöttünk. Tehát a videótonál is győzni szerettünk volna. Ott nem jött össze, hiába ott sokkal jobban játszottunk. A mai mérkőzésen győzni szerettünk volna. Egy jó csapat otthonában voltunk, akinek van egy játékstílusa, ami ezt ma a, mai összeállításunk alapján alkalmazkodni kellett. A védelemben két nagyon fiatal játékos is szóhoz jutott. Mennyire volt ez kockázatos? Mivel most már negyedik hónapja, harmadik hónapja vagyok. Több mint három most már. Na, akkor több mint három hónapja dolgozok a Orosz Donival, így teljes mértékig biztos benne, tehát azért játszott, mert ajándék volt nekik, nem azért, mert megküzdött a helyet, meg dolgozott érte, és a játékos társak is ugyanúgy biztos benne, mint a helyen. Tamás, az első fél időben, amit mondott, a győzelemre játszottatok, az nem nagyon látszódott, mert hát, hogy finoman fogalmazva, és nem nagyon volt helyzete akkor a csapatnak. A második fél időben meg lett. Mit mondtál, vagy mit kértél, mitől lett? És miért nem volt az elején, az első játék részben szinte semmi? Ugye rosszul vittük végig a kontratámadásainkat első fél időben, tehát vagy az utolsó passzok, vagy utolsó passzokban elvett a labda, vagy nem sikerült már eljutatni azokban a területekben, amelyek voltak jelölve. A második évben többet kockáztatott már a hazai csapat, így nagyobb területeink voltak, így könnyebb volt a kontrákat végigvinni. Én azt mondom, hogy már azokban is volt lehetőség, de a legnagyobb lehetőség a tudásunk után alakult ki. Nem azt mondom, hogy hamar beledönthetünk valami közös, hiszen több helyzete volt a hazai csapatnak, de, meg, meg voltak a megfelelő kontráink ahhoz, hogy ez a mérkőzés hamar beledője. Még kérdés esetben, amennyiben nincs, köszönjük szépen és gratulálok.